leneszed. Két nap múlva halloweeni bulim lesz, és az első dolog, ami eszembe jutott, hogy én magam is Slendernek fogok öltözni. Na most, viszont az egy probléma az az vele, hogy valószínűleg mivel, hogy ennyire felkapott játékról van szó, nagyon sokan fognak annak öltözni. És én ezt nem szeretném, hogy sokan ugyanolyan jelmezben legyenek, mint én, úgyhogy nekiálltam átkutatni a szekrényemet és megnézni, hogy milyen opcióim vannak, hogy minek tudok öltözni. Viszont, hát átnézve a szekrényemet, csak is kizárólag öltönyöket, meg ingeket találok benne. Úgyhogy nem lesz egy egyszerű dolgom. Viszont így áttúrva a szekrényemet, megtaláltam a régi kacatokat, amiket még volt barátnőimtől kaptam. És alapvetően nem tartom magam szentimentális embernek, de valamiért megtartottam őket. Olyan sokat jelentettek nekem annak idején, de hát most már igazából semmit, úgyhogy azt mondom, hogy hát tűzre velük. Na mindegy, de nem is ezért kezdtem el most csinálni ezt a videoblogot, ezt a mait. Utána olvastam megint az interneten dolgoknak, és sokan írják, hogy ahhoz, hogy folyamatosan figyelemmel tud kísérni azt, hogy hogyan állsz szépen a fogyókúráddal, illetve az erősítéseddel, mindenképpen fel kell mérned azt, hogy honnan indultál. Úgyhogy ezt a mai dolgot, hoppá, nincsen fény, ezt a mai dolgot mindenféleképpen annak fogom szentelni, hogy megnézzük, hogy miből hány darabot tudok csinálni. Fekvőtámaszból, felülésből, húzóckodásból. Nem is tudom, mik vannak még. Na mindegy, lehet, hogy még kitalálok valamit, de ezt a hármat mindenféleképpen megcsinálom, aztán hát meglátjuk. Na most, ami fontos lenne, ugye így lassan a videó vége felé közeledve, hogy megnézzük, hogy miből hány darabot csináltam. Na most ez nem nehéz húzatolás, nem, mert jó szívvel mondhatjuk rá azt, hogy egyet. Tudtad, hogy az összes YouTube videót, hogyha meg akarnád nézni, akkor ahhoz 1000 évre lenne szükséged? Tudtad, hogy az orrod folyamatosan a látómeződben van, de az agyad ignorálja a jelenlétét? Brit tudósok szerint olyas valakinek nagyon nehéz hazudni, akit szexuálisan vonzónak találunk. Fekvőtámaszból, hogyha jól számoltam, akkor 20-at meg tudtam csinálni. A Wrigley's Spearmint rágot azért szerették meg annyira az USA-ban, mert állítólag, és ezt magam is tapasztaltam, tehát nem csak állítólag, hanem ez tényleg így van, elnyomja az alkoholos lehelletnek a szagát. Az egyedi felülésemből pedig úgy látszik, hogy 16 darabot csináltam meg. Tolódkodásból pedig jó indulattal 12-t csináltam. Tehát el vagyok képedve azon, hogy mennyire rossz volt a teljesítményem most megcsinálva ezeket a gyakorlatokat. Fel voltam rá készülve, de ez egyszerűen... A 120 kiló az 120 kiló, és az nem 110, hanem 120. 110 kilós, amíg meg tudtam csinálni egy csomó mindent, például fel tudtam magam húzni. De most nem. És ez elképesztő! Csak a mihez tartás véget. Egyszer tudtam felhúzni magam, 20-szor csináltam egymás után fekvőtámaszt, 16-szor csináltam felülést a magam módján, és 11-szer csináltam tolódkodást. Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni a jövőben. Minden hónapban megcsinálom ezt a 4 gyakorlatot egymás után, és meglátjuk, hogy hogyan fejlődök. Szóval azt mondom, hogy a motiváltság az abszolút megvan arra, hogy fogyjak, arra, hogy megerősödjek, illetve arra, hogy megváltoztassam az életemet. Viszont valahogy le kéne zárni ezt a videót, mert elég hosszúra nyúlik. Tudtátok, hogy egy átlagos telefonnak a felületén több baktérium van, mint egy budiülőkém? Hát jó telefonálást. Viszlát.